egy tanteremben beszélgetünk, és vakációban írva a táblára, önnek mit jelent a vakáció? Visszagondolva, hogyha most a iskola falai között kellene beszélgetnünk arról, hogy milyen volt diáknak? Hát minden esetre a korlátlan szabadságot jelentette. És utána, amikor augusztus vége volt, akkor még alig vártuk, hogy visszakerüljünk az iskolába a régi haverokhoz, de a vakáció az eleve egy ilyen örömünnep. Ezt Európában nehéz megélni, mert nem tudják, mi az igazi vakáció. És a gyerekeivel ugyanígy volt, hogy megengedte nekik, hogy a vakáció az tényleg vakáció legyen? Hát a gyerekeim azok már régen voltak iskolások, de az unokáimmal éppen most ballagott el a legidősebb unokám, 6 éves, és elballagott az óvodában. És hát én tudom, hogy ők akkor azt nagyon várták mindig. És a másik dolog, hogy nekünk, szülőknek jobban rá kellett érni arra, hogy a gyerekeinkkel foglalkozzunk, menjünk el velük ide, oda, amoda, kisvasútra, nagyvasútra. És ez most is így lesz az unokáimmal. Azt mondja, a nagypapa szerep az éljön, tehát ez nagyon, viszont térjünk vissza egy picit Karcagra. Karcagra, itt most én gyorsan végigmondottam, az elmúlt 20 évben biztos, hogy nem találkoztunk, viszont kisvészállásról azt azért említsük meg, hogy Antal Feritől van a fehér kiskutyuska, róla tudunk-e valamit? Hát annyi csak, hogy azóta már nagy kutya lett belőle, feleségem egyik szerelme, aztán utána a fiamék elörökölték, de mivel tőlem 300 méterre laknak, a kutya hazaszökött. És akár mit csináltak, bekerítették, bezárták, ő valahogy kiásta magát és hazaszökött. Úgyhogy most örömmel jelentettem, hogy 3 pulim van, illetve abból 2 maszkos fakó, 1 meg puli, a fehér. Hát mondjuk Antal Ferinek, hogy innen is üdvözöljük, viszont itt az előbb Németh Szilárdban is összeölelkeztek. A birkozás az mennyire áll közel? Hát hogyne, én többször legyőztem őt. Hogyne, hát túl sokat csináltam. Már amikor láttam, hogy megfullad, akkor elengedtem, hogy csóró, hát hadd menjen. Hát persze, ez csak egy vicc, nehogy meg... Majd fordítjuk. Igen. A sport az mindig egy picit úgy messzebb volt, mert hogy a zenélés volt a fő. Nem, én focista akartam lenni, mert a focista többet keres, mint egy birkozó. De aztán, amikor 18 éves, 17 éves kor, már bekerültem a Fradi IFI-be, és akkor kiderült, hogy ott egy héten 6-szor van próba. Hát magyarul edzés. Igen, akkor rájöttem, hogy na. Nem, hát én inkább egy-két napot szeretnék csajozni, meg minden, de az, hogy éjjel-nappal arra készüljek, hogy én profi focista legyek, és utána nem biztos, hogy profi leszek még. Hát akkor nem éri meg ez a befektetés. Úgyhogy én akkor abba hagytam, előtte kézilabdáztam, sőt talajtornász is voltam. Azzal indítottam az életet, hát ez már nem látszik rajtam, mert most már a döbrön. Magasan az előbb a lábait, hogy bejöttünk ki napadra, gyorsan fölpattan, tehát akkor a sportmúlt az még megvan. Karcagon vagyunk, karcagi birkapörkötről azért muszáj beszélnünk pár mondatot. Kóstoltál már? Tudja, hogy hungarikum, és milyen viszonyban van a birkával? Hát én megmondom az őszintét. Én úgy szoktam mondani, hogy én nem szeretem, de megkóstolom. És ha kiderül, mert van birkapörköltből rossz, most komolyan mondom, van, ami nem jó, megkóstolod, és nem, ugyanilyen a szarvaspörkölt is. Ha megkóstolom, és azt mondjam, hogy na ez jó, ez már majdnem marhapörkölt olyan jó. És én nagyon szeretem a birkapörköltet, csak ha én főzöm, akkor jó. Vagy esetleg a Szilárdnak, nem bánom, jó van, hát hadd főzöm, ő is csóró.